Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk egy SF videóban, és azt már nem is emlékszem, mikor volt utoljára SF videó. Hát egy jó pár hónap eltelt az utolsó rész óta, de most megpróbálunk ezen változtatni, és gyártani SF videókat. Csak hát az a baj, hogy 340-es szintű vagyok még mindig, mert az az igazság, hogy egy hónapot kihagytam, tehát abba hagytam a játékot egy hónapra. Tehát ilyen nagy szinten már nincsen miről videózni, úgymond. Tehát most a torony megvan, az Easteros az nagyon nehéz, akkor a forgószél van még, de hát az igazából már az is elég nehéz itt a 344. szinten. Tehát nincsen miről videózni konkrétan. De egyébként, hogyha van ötletetek, akkor nyugodtan írjátok le kommentbe, hogy így SF-en belül miről lehetne videózni. De ez most egy vicces videó lesz, valószínűleg a címből már tudhatjátok is. Tehát a 28. aura szint megtelt, és én ezt be is dobom ezt a kavicsot, 100%, és nem sokára le is húzzuk, csak nézzük meg, hogy mik is változtak az elmúlt időkben. Igazából nem sok minden, kettő új epic cuccom lett. Az egyik az egy új, tehát az új epikek közül egy cipőt kaptam, a haladás túra bakancsa. A gyalog ugyanis messzebb jut az ember, mint a hegyekben. Ez a leírás a cipőnek, és igazából nem is néz ki rosszul. Itt láthatjátok a statisztikáit, már kő is van benne, meg minden. De a legjobb dolog, ami történt így játékon belül az elmúlt pár napban, ugye nemrég volt a húsvéti event, az egy 4-es event, ami azt akarja, hogy egyszerre van a gomba event, TP, arany, meg az epic event, és pont akkor kezdtem újra a játékot egyébként, a húsvéti event első napján, hogyha jól tudom. Bemegyek a boltba, nézem, wow, egy furulja fegyver, epic furulja fegyver, vuvuzela, a halál vuvuzelája, és nézzük, 15 gomba, volt 30 gombám, mondom, basszus, ezt megveszem. Megvettem, fölturbóztam, követ raktam bele, meg minden, és egymás után kinyírtam 3 kazamata szintet, és így visszajött a kedvem a játékhoz, úgyhogy mondom, hát akkor lássuk. WC-be is pont a vége fele jártam, az is most meg is telt, szóval nézzük akkor, mit kapunk. Igazából van 2 olyan tárgyam, ami nem epic, azt szívesen lecserélném egy epic tárgyra, illetve ez is már nagyon régi, ez is, úgyhogy igazából jó egy gyűrű, egy nyaklánc, egy kesztyű, egy sisak, meg egy páncél, tehát ezek közül valami jó lenne, hogyha adna. Szóval majdnem minden jó lenne. 1, 2, 3, 4 tárgy az, ami most jelenleg nem szükséges. Na de nézzük akkor. 3, 2, 1, húzzuk le. Jó, eddig jó. Egy epic sisak. Ráadásul mehet bele kavics is. Most már csak az a kérdés, hogy milyen statokra ad. Remélhetőleg mind a 3. Jó! Ott van. Ügyesség, kitart a szerencse. 517. Kavics is mehet bele, ami most pont van is. Úgyhogy nézzük is. Mennyivel növekednek a statok. Hát ugye a kitartás az növekszik, már így alap, meg a szerencsés nyilván. Hát az ügyesség az most egy picit lejjebb ment, de hogyha belerakjuk a követ, akkor is mínuszba leszek. Ja, mínusz 9-be. Mínusz 9 ügyességet kaptunk, viszont 500 kitartást, és rengeteg szerencsét, tehát 900 kötőjel 1000 körül értékben növekedett a szerencsénk, ami egyébként most nem igazán szükséges, most 50%, viszont az erő meg az értelem is növekedett, ami az harcosok és a mágusok elleni harcban csak előle. Tehát
ez egy óriási visszatérés volt. Ez a WC lehúzás, ez nagyon jó lett. Hát igazából majdnem, hogy a lehető legjobbat adta. Sőt, a lehető legjobbat adta, mert ez a sisak, ez sokkal gyengébb, mint a páncél. Mondhatjuk, hogy a lehető legjobbat adta, nem? Tökéletes, tökéletes. Na hát, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó, és ti is szívesen kapnátok egy hasonló tárgyat, és iratkozzatok fel a csatornámra, majd jövök még videókkal, remélhetőleg SF-vel is, nem csak már FIFA-val, megpróbálok aktivizálódni ebbe a játékba is. Na, sziasztok!